Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen. Hamarosan kezdődik az évértékelő tiszti értekezlet. Lévai Kálmán kirendeltségvezetővel beszélgetünk. Itt már kint gyülekeznek a kirendeltséghez tartozó településekről az ön beosztottjai. Hogyan értékeli a 2013-at, hiszen azért eléggé vegyes volt ez az év, volt ebben sok minden, ahol segíteniük kellett. Mi is sokszor beszámoltunk ezekről az eseményekről. Hát egy szóval megfogalmazva sűrű. Bővebben is lehet mondani, akkor nagyon sűrű. Aztán ezt nem akarom tovább fokozni. Tehát létrejött ugye 2012-ben az integrált katasztrófavédelem. Bukdácsoltunk, tanulgattuk, kerestük a helyünket, szerepünket, feladatainkat, összerázódtunk, személyi összetétel átalakult sok-sok problémával. Ez 2013-ra többé-kevésbé letisztult, lecsillapodott, és akkor már igazán tudtunk a feladatokra koncentrálni. No, most aztán, hogy ne legyen olyan könnyű ez az év, azért számos új feladat is bekerült ebbe a rendszerbe, többek között a kéményseprő iparral kapcsolatos kémények problematikájával kapcsolatos dolog, ugye kötődik a szénmonoxiddal kapcsolatos balesetek özöne, vagy hát ha nem is özöne, de sokasága mindenképpen. Azután még jött a hulladékszállítással kapcsolatos probléma mindjárt a nyár elején, amire aztán azóta is igen oda kell figyelni, hogy a szállítások, a szolgáltatások rendben menjenek. És hogyha ez még nem lett volna elég, ugye tavasszal, amikor már nem várja az ember, hóhelyzet alakult, majd hóhelyzet után nem túl sokkal jött a Dunai árvíz, ahova nagyon sok emberünket elvittek, hisz ugye hallhattuk sajtóból sok felől, hogy több tízezer ember védekezett a Duna mentén, hogy megakadályozzák a gátszakadást és egyéb nagyobb tragédiákat. Tehát túl azon, hogy az alaprendeltetés ennek a katasztrófavédelemnek is több irányú, több ágú, még jöttek ezek a plusz feladatok, és hát 2014-re is jön még plusz feladat hozzá a gázkészülékekkel kapcsolatos problémakör, de ezt is meg fogjuk bizonyára oldani. Évvégén ott voltunk, amikor önkéntes csoportok alakultak, Karcagon is alakult. Ez is egy fontos lépés volt, azt gondolom, az önök életében. Igen, fontos volt. Úgy sok minden tudatosan, sok minden azért spontán, vagy odafigyeléssel alakul. Hát ezek az önkéntes csoportok is egy ilyen spontán és odafigyeléses alapon alakuló valamik. Ugyanis a Dunai árvíz mentén sok-sok ezer önkéntes jelentkezett munkára, és végezték munkájukat a rájuk bízott feladatokat becsülettel, és az előjáróink akkor figyeltek fel erre, hogy még a mai világban is még benne van az emberekben az, hogy önként is hajlandó, önként ingyen és bérmentve is hajlandó segítséget nyújtani embertársainak, és hogyha ilyen sok önkéntes van, ha baj van, hát ha akkor is vannak önkéntesek, amikor nincs baj, csak készülünk arra, hogy esetleg lesz, és így elindult a toborzás. No, ez persze már nem annyira egyszerű, mert el kell jutni a információknak oda az önkéntesek füléig, hogy meghallja, hogy ó, hát itt önkénteseket keresnek, és akkor, ha úgy gondolom, jövök, akár hétköznapi szintű, mert egy hóhelyzet, egy gyónos eső, dugó a négyesen, dugó a vasúton, bármi adódhat, és oda meleg teát kell vinni, vagy éppen ásványvizet kell vinni, és akkor kire számíthatunk elsősorban, hisz a szakmabeliek, azok végzik a szakmai munkát, leggyorsabbak ilyenkor az önkéntesek, ha hívjuk őket, és tudnak jönni, akkor jönnek is, és besegítenek. Tehát nagyon sok mindenbe szerepük lehet, így elindítottuk a toborzást, hirdettük, hogy keresünk ilyen embereket, és jöttek is jelentkezők. Természetesen egy önkéntes csapatnak a megszervezése az azért nem olyan egyszerű. Kossuth Lajosnak nagyobb szava volt, amikor kiállt a főtérre, és önkénteseket toborzott. Mi nem vagyunk ilyen nagy emberek, de azért jöttek, a csoportok meg tudtak alakulni, az alapfelkészítést megkapták, és ez évben ez folytatódik, a toborzás is folytatódik, tehát továbbra is várunk és hívunk önkénteseket, akik tudnak segíteni a munkánkba. Ne aggódjon senki, mindenkinek találunk megfelelő testhez álló, vagy éppen a szakmájához álló feladatot, sőt várjuk a vállalkozókat, a vállalkozások jelentkezését is, akik eszközzel is tudják segíteni adott esetben a munkát.
Itt láttuk, amikor volt az eskütétel, hogy hölgyek is voltak, tehát azért voltak, akik egészségügyben dolgoznak, tehát igyekeztek, gondolom, hogy minden területről. És amikor volt ez a nagyon hideg, ott én pont fölhívtam önt, hogy be kellett-e már vetni a csoportot, de mondta, hogy még nem, de bármikor, hogyha szükség van, akkor azonnal jönnek és segítenek. Így van. Hát maga az önkéntes csoport alapképzés is egy ilyen hideg pillanatra sikerült, és hát úgy gondoltuk, hogy nem baj, aki megszökik, az már nincs itt. Aki viszont kitartó és helytáll, az közénk való, illetve hát a mentőcsoportokba való ember. Nem könnyű semmi, tehát ha önként végezzük, akkor sem könnyű. Tehát azért a katasztrófaédelem munkája sok esetben nem is túl szép, sok esetben nem is túl látványos. Van persze szép része is, látványos része is, de akik ezt vállalják, mégis olyan érzületűek, hogy segíteni kell embertársainkon, és hát az egészségügyben dolgozók, mondjam azt, hogy naponta találkoznak ők is az egészségügy csúnya oldalából, balesetek, sérültje és a többi. Ők tudják, akik ártatlan civilek, hogy úgy mondjam, azok esetleg tévéből, tévéradón keresztül tudják ezt. De mindenki vállalta, és én úgy vagyok ezzel az önkéntességgel, hogy önkéntes volt a belépés, ugyan bizonyos esetben már szinte kötelező akkor helytállni, viszont én azt tartom, hogy önkéntes akkor a kilépés is. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy nem ilyen lovat akart, nem így gondolta, az inkább hagyjuk elmenni, és jönnek helyette mások, akik majd helytállnak adott esetben, mert ha gyenge láncszemet benne hagyunk a csapatba, az nem jó. De ilyen még eddig nem volt, és bízom benne, hogy nem is lesz. Itt az önkéntesek után térjünk át a hivatásosokra, hiszen a karcagi hivatásos tűzoltóparancsnokság úgy tudom, hogy nagyon előkelő helyen végzett a megyei rangsorban. Igen, hát ezt vártuk. Tulajdonképpen, tehát büszkék voltunk ezekre a tűzoltókra, erre a tűzoltóságra az elmúlt, mondjam úgy, hogy sok évben, és ez a változás, ami itt adódott, azért egy kicsit megrogyasztotta a csapatot, de nem szabad, hogy egy jó csapat, egy erős csapat annyira megrodjon, hogy különösebb probléma legyen. A másik, hogy bár a vezetésükben váltás történt, de nem mentünk el másik épületbe, másik településre, itt maradtunk. Tehát a korábbi vezetők is itt maradtak, és az új vezetésük is itt van helyben. Tehát ha kellett egy kis lélekápolás, vagy valamit jobban megmagyarázni, vagy más irányból megmagyarázni, akkor helyben volt a segítség. E tekintetben sokkal nehezebb Tiszafürednek a helyzete, hisz ott szinte lefejeződött a tűzoltóság, hát annyira, hogy a nyugdíjba ment az akkori parancsnok, és kiürültek az irodák. Az a megszokott millió munkahely megváltozott, tehát nekik sokkal nehezebb volt ezt a váltást megemészteni, és a problémákat megoldani vagy áthidalni. Itt azért könnyebben ment. Oda teszik magukat. Azt akartam mondani, hogy vezetők hajtják is őket. De bizonyára ez is benne van, de alapvetően, hogy az állomány alapjaiban jó. És akkor már zehernyálnak sok minden ellen, mert hát mégiscsak kunok vagyunk, meg magyarok, és konokok is, de azért teszik a dolgokat. És én, jó, most a helyezés, tehát ha sorba rakunk 6 csapatot, tehát mindig van első, meg van utolsó, és nem biztos, hogy az első és az utolsó között olyan lélegzetelállító különbség van, pusztán csak a helyezési számok mutatnak egyfajta sorrendet. És hát kell az, hogy ösztökélje egy-egy ilyen értékelés a népet, a csapatot, hogy dolgozzunk, most meg kell őrizni a helyezést, másoknak előrébb kell jutni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen célzata van ennek, és nem feltétlen az, hogy sorba rakjuk a megyén belül a tűzoltóságokat. Ez most nekünk akkor is jól esik, hogy a karcagi lett az első. Én 2014-ben is szép eredményeket kívánok önöknek, és azt, hogy minél kevesebb olyan tragédiákban kelljen beavatkozni, ami esetleg tavaly volt az árvíz. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy így érzi ezt a dolgot, és
Hát majd boldog leszek, hogy egy ilyen jó csapatot hagyhatok itt, amikor nyugdíjba megyek. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka Seblők János Örnagy úr, vele beszélgetünk, hogyan értékeli az elmúlt évüket. Először is nagy szeretettel köszöntöm a Karcagi Televízió nézőit. Hát a 2013-as évet úgy értékelném, a katasztrófa védelem jelmondatával Magyarország szolgálatában a biztonságért. Ez a jelmondat meghatározta a 2012-es, valamint a 2013-as évünket. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési területéhez 10 darab település tartozik, valamint 2 darab önkormányzati tűzoltó parancsnokság szakmai irányítását végezzük. Ez a Kisújszállási önkormányzati tűzoltó parancsnokság, valamint a Kunhegyesi önkormányzati tűzoltó parancsnokság. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság létszáma jelen pillanatban 50 fő, 3 szolgálati csoporttal 24-48 órás váltásos rendszerbe látjuk el a szolgálatot, valamint 4 fő irányítja a 3 szolgálati csoportnak a irányítását, munkáját. Az év során azért sok helyen találkoztunk önökkel, hiszen bajba jutottakat kellett menteniük, segíteniük, ezek közül mit emelne ki? 2013-as évet tekintve tűzeseteink száma 109, ami kb. 50%-os csökkenés jelent a 2012-es évihez, mivel 226 esetben vonultunk, ez tehát több mint 50%-os csökkenés jelent. Ez köszönhető végül is a megfelelő hatósági munkának, valamint nem utolsó sorban az időjárásnak is. Műszaki mentéseinket tekintve lényeges változás nem történt, 2012-es évben 80 esetben vonultunk, 2013-ban pedig 84 esetben. Műszaki mentéseinket tekintve egy nagyobb esetet emelnék ki, a 4-es számú főközlekedési út 167-es kilométerénél történt MOL üzemanyagszállító kamion balesetét, mely egy román nemzetiségű kamionnal ilyen félfrontálisan találkozott. A román gépjárművön 4 darab Dacia típusú személygépkocsit szállítottak, és a ilyen félig frontális ütközés következtében a MOL üzemanyagszállító kamionja az árokba borult. Hát ez egy hosszadalmas beavatkozás jelentett, mivel ez a hajnali órákban történt, és a kárfelszámolás délután 3-4 óra között ért véget. Tűzesetet tekintve egy 4-es kiemelt tűzről szeretnék beszámolni, mely szintén a 4-es számú főközlekedési út környékét érintette. Itt 10 darab gépjárművel és 39 tűzoltó dolgozott a kárhelyszínen. Ez is egy hosszadalmas kárfelszámolás volt, több óra hosszára a 4-es számú főközlekedés utat le is kellett, hogy zárjuk. Azt hiszem, hogy ez igen próbára tette a tűzoltók munkáját is. Úgy tudom azonban, hogy a megyei szinten elismerik az önök munkáját, és nagyon jó helyen állnak. Igen, mi se tudtunk róla, de utólag értesültünk, hogy egy rangsort állítottak fel, mely szerint örömünkre a Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a rangsorba első helyezést ért el. Ennek természetesen nagyon örülünk, csak a hátulütője az, hogy ezt az eredményt szeretnénk megtartani, és ez szerintem még nehezebb lesz, mint amit most elértünk. Hát reméljük, hogy így lesz, viszont azért még szóljunk egy picit az eredményesség másik részéről is, hiszen az állomány nagyon sok versenyen vett részt 2013-ban. Igen, erről is jó hírekkel tudok beszámolni. 2013-as évet tekintve a megyei szakmai versenyt sikerült megnyernünk. Ennek a tovább lépéseként eljutottunk az országos részselejtezőre, ahol 5. helyezést értünk el. Nagy megpróbáltatás volt a fiúknak, nagy kihívás, és örömmel statuálom, hogy hosszú évek után sikerült nyernünk a megyei versenyen. Gratulálunk mind a két eredményhez, és itt a végén azért egy picit beszéljünk az év legnagyobb tragédiájáról, idézőjelbe téve, hiszen az árvíznél hetekig ott voltak segíteni, hogy megakadályozzák a még nagyobb tragédiát. Itt mi is voltunk többször, amikor elmentek, amikor visszajöttek, tehát azért láttuk, hogy emberfeletti munkát végeztek önök is ott. Igen, hát a 2013-as Dunai árvízról annyit szeretnék csak elmondani. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságú 21 fő vett részt a védekezési munkálatokban. Az itthon maradottak ugye pedig
24-24-be váltották egymást. Hazaérkezésüket nagy szeretettel fogadtuk, egy ebéddel tudtuk honorálni, egy csekély ebéddel a ottan eltöltött fáradozásukat, valamint polgármester úr a képviselőtestület szavazására egy színes televíziót adományozott a Dunai Árvíznál résztvevő tűzoltóknak, hogy minél kellemesebben tudják tölteni a pihenő idejüket. Én azt kívánom, hiszen még azért az év elején vagyunk, az árvizek még előttünk állnak, reméljük, hogy nem lesz hasonló, mint tavaly. Én azt kívánom, hogy hasonló szép eredményeket érjenek el versenyekben is, és mindenhol tudjanak teljesíteni ugyanúgy, mint 2013-ban. Nagyon szépen köszönöm, tehát megpróbálunk mindent, hogy a lakosság is minél legnagyobb megelégedéssel legyen a karcagi tűzoltóság munkájára. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Varga Béla, megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója, és itt van ezen a mai tiszti értekezleten. Hogyan látja a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség 2013-as évét? A karcagi katasztrófa védelmi kirendeltség 2013-as évben végzett munkájával a megyei vezetés meg van elégedve. A szükséges szakfeladatokat végrehajtották, ezen kívül pedig a komolyabb beavatkozásokon is megmutatták hozzáértésüket. Gondolok itt a komoly beavatkozásoknál például a hóhelyzetre, amely a megyét jelentősen érintette. Mindig benne voltunk abban az 5.-6. legveszélyeztetett megyében, ahol a legtöbb hó esett, a leghidegebb volt és a legjobb szélvihar volt. Éppen a kirendeltségnek az illetékes területén Tiszafüred környékén olyan szélvihar volt, hogy a tehergékocsit menetirányjal szemben megfordította. Ezen kívül részt vettek a karcagi tűzoltók a Dunai Árvíznél, ahol letették a névjegyüket, és a karcagi tűzoltók dolgoztak, védekeztek, ott mai napig is a lakosság szép emlékekkel gondol a tűzoltóinkra. Azt hiszem, hogy tényleg egy igen izgalmas év volt a 2013-as. Itt Lévai Kálmánnal beszélgettünk arról, hogy megalakultak az önkéntes szervezetek is. Ön is itt volt az eskütételen. Mennyire jellemző ez a megye több településén? Nagyon komoly feladatunk volt, hogy az önkéntes mentőcsoportokat járási szinteken is végre megalakítsuk, és rendszerbejtő gyakorlatot hajtsunk végre eskütétellel együtt. Eddig területi szinten volt nekünk egy önkéntes Tisza mentőcsoportunk, aki speciális felkészültséggel, speciális eszközökkel rendelkezik, és olyan esetekben, amikor szükséges az ő alkalmazásuk, akkor mindig bevonjuk a védekezésben. A Dunai Árvíznél is részt vettek. A karcagi járásban létrehozott önkéntes mentőcsoport annak a társadalmi összefogásnak a hozadéka, annak az önkéntes hozzáállásnak, amit a Dunai Árvíznél a magyar állampolgárok tanúsítottak. Az ott tanúsított nemzeti összefogást látva jutott eszébe a vezetésnek, hogy járási szinteken létrehozunk egy-egy önkéntes mentőcsoportot, tehát nem csak Karcagon, hanem mind a 9 járásban létrehoztunk egy ilyen önkéntes mentőcsoportot, és az a tervünk, hogy ebbe az évben minden településre legyűrűztetjük ezeket az önkéntes mentőcsoportokat, tehát minden településen lesz egy önkéntes mentőcsoport, és ennek arányában csökkenteni fogjuk a kötelezett polgárvédelmi szervezetek létszámát. Akkor ennek esetleg azok körülhetnek, akiknek kötelező volt eddig rendelkezésre állniuk, de nagyon sokan voltak itt azért, akik önként vállalták. A 2014 évtől mit vár? Reméljük azért, hogy nem lesznek olyan katasztrófák, mint tavaly. Minden állampolgárnak, aki a 18 évet betöltött és az öregség nyugdíjat még nem érte el, kötelessége a polgári védelmi keretein belül rendelkezésre állni, tehát kötelezettség terheli őket. A 2014 évtől azt várom, hogy a új hatósági kihívásokra tudjunk reagálni, felkészüljünk, a jogszabályokat elsajátítsuk, és a gyakorlatban is tudjuk ezeket használni. Ezen kívül pedig megadjuk a megfelelő katasztrófa választ azokra a rendkívüli eseményekre, amik esetlegesen a megyében bekövetkeznek. Ezen kívül pedig rendkívül szigorú gazdálkodást várok el 2014 évtől, és mint említettem, az önkéntes mentőcsoportoknak a létszámát akarjuk bővíteni. Akkor ehhez sok szervező munkát kívánok önöknek, hiszen biztos nem lesz egyszerű, és nekünk pedig azt, hogy minél kevesebb katasztrófa legyen 2014-ben a területünkön. Én sem kívánhatnék mást. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.